Nézzenek oda. Tehát ugyanakkor megy az ember. Most ugye minden szünetben van, amit be kell mondani. Én szerintem, hogyha mindenre odafigyelnénk, nagyon, nagyon, tehát így is nagyon sok vállás van, de az úgy meg sokszor oda. Tehát mindenre oda kéne figyelni. Közben hova kell kikapcsolni? Hát annyi mindent robot... lehet csinálni. Hát, hogyha a robotpilótát említetted, akkor... Nem, most megkérdezem, azt szeretem, amikor bevonna nő a döntéseibe, hogy ebből a háromból melyiket vegyen fel. Hát szerintem ezt miért? Miért? Mondom, te engem kérdezel. Igen, de hogy a, tehát kiderül, hogy ő már rég eldöntötte, és hogyha én véletlenül eltalálom a háromból, akkor kap egy megerősítést, és ha még kettőt hibázok, nagyon nagy a baj. Nem éreztem meg elsőre, hogy ő mit akar, miközben hármat tett ki elé. Igen, de ez az, hogy melyik legyen a kék, a zöld, vagy a sárga. A sárga normálisan? Apu adott tanácsot, vagy haverokkal egyeztetek, tehát a fiúk kivel beszélik meg a csajnyagot? Nekem ebben könnyű dolgom volt, mert van két bátyám. Oh. Kijárták előttem ezt az utat, és akkor mindig velük ezt meg tudtam beszélni. De egyébként szüleimmel is, tehát apu mindig elmondta, hogy a férfiakat védte, ami a sztorimban, tehát mindig azt mondta, hogy jól cselekedtél, mert a nők úgy meg úgy. Anyu meg mindig a nőket védte, de hogy az mindig így jó volt egy ellensúlyozva, elmondkozva. De én a bátyámékkal leginkább. Voltam sikár az udvarlás? Te milyen vagy egy robotikus? Nagyon béna voltam ebbe egyébként, mert amit elmeséltem, hogy ahogy bemegyek egy közösségbe és kiszúrom azt a nőt, ő is kiszúrta, hogy igen, hogy én őt akarom, és hát ez nyilván nőknek nem izgalmas. Én csak így néztem őket, valamiért nem jött be, de nagyon érdekes, hogy végül idővel mindig ők lettek a párom. Tehát az, akit kinéztem, csak eltelt mondjuk fél év egy év. És közben én nem tepertem. És ő a hosszú távú bulikba jársz. Szeretem megalapozni ezeket a dolgokat. De igen, de idővel tényleg az lett mellettem, akit akartam, azért, mert eljutottunk oda, hogy leüljünk ketten, és akkor én akkor így könnyebben rá tudtam menni, hogy jó fej vagyok. Ti emlékeztek az évfordulókra? Igen, persze. Be van programozva a telefonban? Nem, az a pinkódom. Milyen évforduló? Az a egy van. De most a házassági évforduló. Hát vagy a szülinap, meg a nőnap, meg anyák napja, meg névnap. Megismerkedésünk évfordulója, a házasságtörténet eljegyzés évfordulója. Hát egy nő mindent szeret ünnepelni, vagy nem? És ilyen szempontból megértem a férfiakat, hogy tehát nem biztos, attól még imádhatja, szereteti a társát, a feleségét, a gyerekeit, hogy nem tartja ezeket számon. Én a saját névnapomat, azt tudom, hogy október közepe környékén van, de azt tudom, hogy anyukámtól tudom meg, hogy melyik az a nap. Hát vegyük körül magunkat olyan emberekkel, akik legalább tudják. Szólnak. És édesapám pedig a mobilban tartja az összes rokon és mindenféle évfordulót, és engem nagyon kedvesen mindig felhív reggel, hogy most kinek van a szülinapja vagy a névnapja, ne felejtsem el őt felköszönteni. Igen, nekem én is kaptam anyukámtól egy ilyen Word dokumentumot, ahol föl van minden sorolva, de ez már nagyon többször volt, hogy nem köszöntöttem, vagy volt mögötte valami. Tehát, hogy van gyerekjátszóház. Férfi lerakó, vagy férfi lerakó. Igen, emlékszem, csináltunk egyszer egy nagy rendszerét a Hősök terén, volt valami, nem tudom, maratoni futás, meg minden, de ilyen több tízezer emberes rendezvény volt, sörsátor, fellépők, zenészek, tatara, és ugye mindig jöttek, hogyha elveszett egy gyerek, vagy nem tudom, tehát be kellett mondani a mikrofonba, amikor elhagytak valamit az emberek, és a legjobb volt az általános derültséget keltett, amikor jött egy hölgy, és be kellett mondanom, hogy keresem férjemet, aki elveszett egy órával ezelőtt, és végül is kiderült, hogy a sörsátorban megtaláltam. Minden normális férfi, ha nő lenne, azt csinálná, hogy bemenne a női zuhanyzóba, és ott dekolna. Akkor már minek? Végre legális. Meg a melleimet fogdosgatni. Van a darabban egyébként, hogy milyen másképp ítélik meg a nőt, meg a férfit, ha ugyanazt csinálja. Pont ez volt, hogy ha egy nő bekukkolna egy férfi zuhanyzóba, akkor azt mondják, milyen huncut. Ha egy férfi bekukkant a női zuhanyzóba, akkor egy perverz állat vigyel a rendőr. Igen, máshogy van a...
Hát igen, mert a gyengébbik nem, vagy az erősebbik nem. Tehát, hogy amikor ez a szöveg az úgy van, hogy egy nő váratlan megcsap egy idegen férfit, akkor az... Nem tudom, mi a szöveg. Így nem tudom a szöveget, csak hogyha a másik színpadon vagyok. De nekünk még nincs is egy rondjunk se. Az igen. Mert te felkapod a pólót a randi előtt, ugye? Azért sokat nem hezitálsz. De én tudom, hogy inget akarok felvenni, vagy valamit. A nők meg elmennek, néznek valami fölső. Vagy tüdőszínű, vagy lazacok. Tüdőszínű fölső. Hát vagy inget veszek, vagy egy fölső. Tényleg is ajándékba örültök a borotvának, az okniak és az arcsapatnának. Az arcsesz, nem szoktuk. Arcsesz, igen, arcsesz meg. Nem, bocsánat, csak még mindig van egy dolog a fejemben, mert ezt, hogy mondtad, hogy a nőknek lehet sírni, és a férfiaknak meg nem. Azóta azon jár az eszem, hogy ez milyen jó film lenne, hogyha mondjuk ez kicserélődne, és akkor áll két faszi a pultnál, az egyik teljesen zokog, megkérdezik, hogy mi a baj, és ugye azért, mert maradni langyos a sör, és én direkt szóltam meg, hogy nem langyos a kére. Ez milyen jó, hogy a férfiak úton-útfélen elsírek magukat, és nem tudok leparkolni az Istenet. Nem fogok odaállni. Vagy például, hogy férfiak hogy néznék a főzőműsort, és ők néznek, hogy nyomjad már bele, vajat neki! Szuper, ezt a kettőt kicserélni, hogy fordítva megkötni. Tényleg, hogy akkor meg a fordítva megkötni. Igen. De végül is akkor ugyanúgy, de vigyelj, de akkor ugyanoda lyukadunk ki, csak a külső vált. Tehát ugyanúgy meg lenne a két pólus. Hát igen, ugyanaz, mert csak mennyire viccesebb, hogyha ugyanezt ilyen nagy darab csávók mondják. Koriandert! Vagy például milyen elképzelés, hogy nem akarok nagyon kórhat előző, de a férfiaknál valószínűleg akkor a menstruáción ugyanúgy kicsekednének. Tehát akkor biztosan megjön. 12 éves megjön. Tehát minden a verseny. Tavaly kihozta 27 nap. Köszönjük szépen. Igen. Köszönöm szépen.